2016. június 21-én egy tábor keretében a városi élményfürdőbe vitték a gyerekeket. A táborozókat három csoportra osztották, az egyik csapat a csúszdázást választotta, köztük volt a sértett is. A gyermek jó úszónak számított, mély vízben is tudott úszni, a csúszdán pedig már többször lecsúszott korábban. Utolsó csúszásából miután megérkezett az 1,2 méteres vízbe és felállt a medencében, elkezdett rángatózni, majd arccal lefelé a vízbe fordult és lebegett a víz felszínén. A táborozókra egyébként három pedagógus vigyázott, a vádlott N. András pedig úszodamesterként felügyelt a csúszdáknál. Ő látta a gyereket a vízben, de azt hitte csak játszik, búvárkodik a medencében. A sértett végül 6 perc, 13 másodpercig lebegett arccal a víz felé fordulva. Három ismeretlen fiatal emelte ki a vízből a gyereket. N. András ezután rögtön megkezdte a gyermek mentését, akit a mentőautóban és a kórházban is lélegeztetni kellett. Az oxigén hiányos állapotnak köszönhetően a sérülésből maradandó fogyatékosságként értékelhető állapot alakult ki a gyermeknél. Ezért N. Andrást maradandó fogyatékosságot eredményező, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében vádoltak, és bűnösnek ítéltek szerda délelőtt a nyíregyházi járásbíróságon. Ezért a bíróság 10 hónap szabadságvesztés büntetése és 1 év úszómesteri foglalkozástól eltiltásra ítéli. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtását 1 évi próbaidőre felfüggeszti. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fogház. A bíróság megállapítja, hogy esetleges végrehajtás esetén az elítélt a büntetés 2/3 részének kiállása utáni napon feltételes szabadságra bocsátható. A bíróság vádlottat előzetes mentesítésben részesíti. A bíróság a nyomozás során lefoglalt vízminta lefoglalását megszünteti és megsemmisítését rendeli el. Köteles a vádlott megfizetni az eddig felmerült 135.894 forint bűnügyi költséget az államnak. A bíróság a vádlottat csak a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében ítélte bűnösnek. Két szabálysértést is elkövetett ebben az esetben. Egyrészt SMS-eket írt a telefonján azokban a percekben, amikor a gyerek a vízben volt. Másrészt, amikor látta, hogy a sértett lecsúszott és a medencébe ért, akkor ki kellett volna küldenie őt a vízből. A szabály szerint az ugyanis csak egy érkező medence, és a vízbeérés után el kell hagyni a csúszdázóknak a vizet. A maradandó fogyatékosság vétségében azonban az orvos szakértői vélemények alapján nem vonható felelősségre N. András. Az ítélet jogerősségéről 3 nap múlva dönt a bíróság, mind az ügyész, mind pedig a védő ügyvéd ennyi gondolkodási időt kért.